Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól nemtől függetlenül. Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Karácsony után vagy előtt? Karácsonykor. Hát karácsony előtt. Meg majd új év után. Egyébként milyen volt a karácsony? Jó volt, békés volt, szeretetteljes. Nem, amilyen egy karácsonynak kell lenni, nem? Nem egészen? Jó. 5 kiló szeretet van. Pluszban. Pluszban. Hát igen, ilyenkor utána lehet. Akik felszedtek kilókat fogyózni. De hát még ugye, még ennek nincs vége az ünnepeknek. Hát ez az. Jön a ráadás. Igen, jön a ráadás, meg még ott vannak a sütemények, nem? Ami még el se fogyott, amit még lehet eszegetni. Éppen ugye sógornőm is nálunk volt, ő is hozott süteményt, megszámoltuk, és 11 sütemény volt, 11 féle. De kommunikáltak biztosan a nejemmel, hogy ki mit süssön. Úgyhogy a nejemnek volt 7 féle, a sógornőmnek 4 féle. Úgyhogy mondtam nekik, hogy anyósomat lepipáltátok, mert nála 8 félénél több nem volt. De ők ugye ketten adták össze a süteményt. Nálatok senki sem édes száraz. De ugye meg fogtok lepődni, mert én elsősorban a sóst ettem. Tehát édest alig. Tehát például tegnap se ettem édestet. Semmit meg tegnap előtt sem. Tehát csak sóst. De azelőtt ettem édeset. Ja, tegnap reggelre ettem, azóta reggeli most ez. Tejjel, sütemény tejjel azóta reggel. Rendhagyó számomra. Mert ugye én ilyen nehéz reggelit szoktam enni. De akkor egy kis tanítás az étkezéssel kapcsolatban, jó? Tudjátok, hogy az embernek van egy olyan szerve, ott az epe környékén, ami megnyílik, vagy nem nyílik meg, de ha megnyílik, akkor enzimet fecskendez be az emésztő rendszerbe, és ez jótékony hatással van az emésztésre. Többek közt például olyan hatással, hogy jobban felszívódik a táplálék azáltal, hogy ez az enzim be van fecskendezve. De ez az enzim, vagyis ez a szervünk, ez nem működik állandóan. Ez bizonyos feltételekkel működik. Ezt a szervet úgy hívják, hogy fater papilla. Fater papilla. Fater papilla. Fater papilla. Fater papilla. Nem muter, hanem fater, igen. Fater papilla, így van. És ennek van egy ilyen érdekes működése, hogy ez csak 11-ig működik. Délelőtt 11-ig, igen. Csak addig működik. Ami azt jelenti, illetve működhet, mert nem működik, csak működhet. És kizárólag zsír hatására, állati eredetű zsír hatására nyílik meg. És a szervezet által előállított enzimet befecskendezi az emésztőrendszerünkbe, ott az EP-nél. És ha ez nem nyílik meg, akkor ez az emésztés segítő, felszívódás segítő enzim, ez nem kerül be aznap a szervezetbe. Ez minden nap vagy működik, vagy nem. És ez a szervünk, ez kizárólag akkor működik, hogyha állati eredetű zsírt viszel be. Tehát ilyen olajok hatására nem nyílik meg. Jó, bármilyen olyan műzsír hatására nem nyílik meg, jó? Csak állati eredetű zsír hatására.
Na most, de annyit mondanék még ebben kapcsolatban, hogy egy csapott evőkanálnyi zsír szükséges ahhoz, hogy bejusson a szervezetbe. Egyébként két tojás tartalmazza, tehát tyúktojás, tartalmazza azt a zsírt, azt a zsírmennyiséget, ami megnyitja a faterpapillát. Tehát nem feltétlenül szükséges zsírt enni, hanem zsírosat kell lenni. Tehát zsírosat. És ugye mi a baj avval, hogy mennyire szívódik föl a tápanyag a szervezetben? A tápanyag nem kellő felszívódása gyorsabb öregedést eredményez. Oké? Ez csak úgy, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát minél kevesebb tápanyagot tud feldolgozni a szervezet, annál hamarabb öregszik az ember. Egy, kettő. Hát nyilvánvaló, hogy a betegségeknél is köze játszik, hiszen nem kapja meg a szervezet azt a tápanyagokat, amire a szervezetnek szüksége lenne. Honnan tudom ezeket a dolgokat? Hát elég sok évig dolgoztunk, foglalkoztunk egészséggel. És mivel egészséggel foglalkoztunk, ezért ugye sok minden információt összegyűjtöttünk az egészséggel kapcsolatban. Tehát engem például annak idején, amikor egészséggel foglalkoztunk, rendszeresen meghívtak olyan szervezetek, amelyik egészségtermékekkel foglalkoztak. És ezáltal ugye ilyen-olyan képzést kaptam az egészségekkel kapcsolatban. Tehát mi konkrétan foglalkoztunk egészséggel, és egészségtermékekkel is, de olyan szinten, gondoljátok végig, hogy olyan módszerrel kerestük a termékeket, hogy az adott személynek melyik termék jó, vagy melyik termék nem jó, egészségtermék jó, vagy nem jó, adott személynek. Tehát erre van olyan módszer, hogy elfogyasztás nélkül a szervezet ki tudja választani, hogy arra a tápanyagra, a táplálékra van szüksége, vagy nincs szüksége. Tehát a szervezet ezt kimutatja. Ezt ugye tudom tanítani, de nem tanítom most itt. Mivel ez nem képzés, és nem egészséggel foglalkozunk, ugye most jelenleg a képzésünkben sem, ezért ugye nem valószínű, hogy ezt most fogom tanítani. Szóval lényeg az, hogy ugye foglalkoztunk vele hány évet? Hát gyakorlatilag egy olyan 8 évet foglalkoztunk, de ugye fő tevékenységben mondjuk 5 évet foglalkoztunk, utána még másodtevékenységben egy olyan 3-at, úgy durván. És mondom olyan szinten, hogy meg kellett keresni azokat a termékeket, ami az emberek nagy részének jó, tényleg hatékony ezzel a módszerrel, és utána minden egyes értékesítésnél lehetett, ha személyesen találkoztunk avval az illetővel, lehetett megnézni, hogy az az étrend kiegészítő, az jó-e neki, vagy nem jó neki. Oké? És hát például ezeknek a tanulmányaim során tanultam a faterpapilláról is, többek között, és annak a működéséről is. Most gondoljátok végig azokat az embereket, akik abba hagyták a zsír, az állati eredetű zsír fogyasztását, ilyen-olyan okoknál fogva. Azoknak a faterpapillájuk gyakorlatilag soha nem működik. Tehát soha nem működik. Hát van egy szerv, amely gyakorlatilag sosem működik. Érted? Mert az, ha az ember 11-ig nem fogyaszt
zsírt, vagy zsírtartalmú terméket, állati eredetű zsírtartalmú terméket, akkor ez nem nyílik meg. És akkor például ilyeneket se tudnak az emberek, hogy például 11-ig székelni kellene, délelőtt 11-ig székelni kellene, mert onnantól, ha ezt nem teszed meg, akkor szépen a székletből visszaszívódás kezd el. Tehát ami azt jelenti, hogy a szervezet elkezdi visszaszívni a salakanyagokból az anyagokat, stb. Jó, tehát az emberek ilyeneket, mintha nem tudnának az egészséggel kapcsolatban. Ugye azt már ugye a múltkor beszéltem róla, hogy többek közt figyelni kellene, hogy honnan származik az a tápanyag. Mert ha távolról származik a tápanyag, akkor bizony a szervezeted nem tudja jól hasznosítani. Minél távolabb, annál kevésbé jól tudja hasznosítani. Akkor a szervezeted által ismeretlen termékeket nem tudja hasznosítani. Ami azt jelenti, hogy vannak olyan emberek, képzeld el, akik abba hagynak bizonyos táplálékot. Mondok példát, jó? Azt mondja, hogy nekem régen, még a 90-es években, nem, 80-as években volt veseköve. Hát veseköven. Ugye kétszer is. Egyszer olyan módon történt ez a vesekő, hogy eldugította azt a vezetéket, tehát azt a vezetéket, ahol távozna a vizelet. Tehát magyarul elindult kifele a veséből, és eldugult. És ez olyan mértékű görcsöt csinált, hogy brutál. Tehát brutál. És hát gyorsan orvos, stb. Ultrahang, tehát ügyelet, ultrahang, elküldtek ugye olyan helyre, ahol lehet ultrahangozni, mondjuk 80-as évekről beszélünk. És megállapították, hogy két kő, egy kisebb, meg egy picivel nagyobb, az ott van benne a vezetékben, ami. És már meg kell várni, hogy távozzon. És utána megállapították, hogy kálcium oxalátból van, amikor kijött természetesen. És lényeg az, hogy azt mondták, azt javasolták, hogy akinek ilyen kálcium oxalátos veseköve van, az ne fogyasszon tejet. Oké? Tejet. Én onnantól kezdve, ez 80-as évek, elkezdtem nem fogyasztani tejet. Pedig előtte én sok tejet fogyasztottam, és semmi gondom nem volt a tejet. És ugye az elmúlt években, egy-két éve, azt mondtam, hogy elegem volt ebből a nem tejfogyasztásból, tehát nem tejtermék, hanem tej. Tehát én attól ettem, tudom én, tejfölt, meg ilyeneket, tehát meg olyan termékeket, amiben volt tej, de direktbe tejet nem, érted? És elkezdtem, ugye mondtam azt, hogy már nincs semmi bajom a vesémnek, nem termel követ, miért ne fogyasszak én tejet. És elkezdtem tejet fogyasztani, és a tej két dolgot okozott. Tehát nagy mennyiségű szelet és hasmenést. Azáltal, hogy nem ittam direktbe tejet. Mennyi? Hát a 3 évtizeden keresztül. Érted? Tehát, ami azt jelenti, hogy a szervezetem az totál elszokott a tejtől. Na, csak gondoljuk végig. És akkor ugye ez fura, mert ugye mi történik? Mert egy jó ideig, ha az ember rendszeresen fogyassza a tejet, akkor egy jó ideig szelet csinál, ugye komoly szelet, meg hasmenést. Érted? De nem állandó hasmenést, csak ilyen egyszeri hasmenést. Érted? És hát sokan nem is isznak tejet.
Ugye is azt mondják, hogy ők laktózérzékenyek. De szeretném elmondani nektek, hogy nem laktózérzéken vagy, hanem elszokott a tejtől a szervezeted. Akkor mesélek egy másik történetet. Jó? Egy hölgy elkezdett, egy ismerettségi körbe egy hölgy elkezdett nem fogyasztani kenyeret. Mert ilyen fogyókúrás lett, érted? És nagyon odafigyelt az étkezésére. És ugye mondták, hogy a kenyér fogyasztás az hízlal, sose volt kövér egyébként, de ez nála fontos volt, hogy vékony legyen. Nem anorexiás vékonyságú, de vékony legyen. És ezáltal abba hagyta a kenyérfogyasztást. És sok-sok évig, mint tudom én hány évig, mi fiatal a hölgy, de vagy 5-6 évig nem evett kenyeret. És utána elkezdett kenyeret enni, és gluténérzékeny lett. Világos ez? Tehát előtte nem volt semmi baj a kenyértől. Tehát rá kellene jönni arra, hogy az ember elszúrja saját magát. Érted? Az olyan táplálkozással, amit hiányzik. Tehát hiányt. Tehát hosszabb ideig azzal a táplálékkal a szervezete nem találkozik. Na most ez minden tekintetben így működik, tehát azt gondold végig, azok a gyerekek, akik vidéken nőttek föl, állattartás, stb. Mindent kapott a gyerek, mindent evett, senki nem táplálékérzékeny. Senki. Érted? Azok, akik városiak és a szülők, hát ettől kíméljük meg, attól is kíméljük meg a gyereket, meg jó, ez lesz, meg az lesz, és elkezdték kikímélni a gyerekeket, és utána csodálkoznak, hogy már gyerekkortól ilyen-olyan érzékeny a táplálékra. Persze mondták gyerekkoromban nekem olyat, hogy mit tudom, ha paradicsomot eszel, akkor ne igyál rá tejet. Érted? Meg mit tudom, ha gyümölcsöt eszel, akkor utána ne igyál rá tejet. Mert meghajt. Ugye ezt tanították gyerekkorban, érted? És tényleg így volt, hogyha mit tudom, evett az ember mondjuk szilvát, és ivott rá tejet, akkor eléggé. De nagyon érdekes, mert a turmixokban ez meg nem számított. Tehát az ember csinált turmixot gyümölcsből, és az nem veszett össze egyáltalán, érted? De a külön úgy ette, hogy mondjuk egyél cseresznyére tejet, és akkor meglátod utána, jó, nem fogsz hasmenésed lenni 2 napig, de hogy egyszeri hasmenésed lesz, az valószínű. Hát én általában nekem ezek ilyen egyszer szoktak. Vagy például nem eszek mondjuk cseresznyét, ugye 1 évig az ember, hát a cseresznye szezon az viszonylag hamar lemegy, és ugye nyár elejétől, mit tudom én, nyár közepéig van cseresznye szezon, azt ó, ne zsenálj. És nem eszik az ember cseresznyét, és amikor először eszek cseresznyét, meghagy. De legalábbis engem. Tehát elszokott tőle a szervezet. Utána, amikor már másodszor, harmadszor, meg negyedszer eszem, akkor már nem hagy meg. Csak első alkalommal. Tehát most gondold végig, ha 1 évig valamit az ember nem fogyaszt, és utána fogyaszt, és meghagyja, akkor mi van akkor, hogyha az ember nem fogyaszt valamit 20 évig, vagy 10 évig, vagy 5 évig? És az emberek erre nem gondolnak, hanem kihagyják a táplálkozásukból a dolgokat. Na most engem arra tanítottak gyerekkorban, ugye a nagymamám az 906-os születésű volt, hát 906-os, tehát ő még abszolút a régi világban született, és ugye engem nagyon sokat nevelt, ugye nagymamám, ráadásul utána is 3 generációs családban együtt voltunk. És hát tanították a szüleim is, nyilván nagymamám révén, mert aputól hallottam a legtöbbet ezt, nyilván nagymamám mondhatta neki mindig, hogy egyél meg mindent, mert a szervezetednek mindenre szüksége van. Érted? Tehát aztán nem hallottatok ilyen gyerekkorban? Tehát, hogy egyél meg mindent, mert a szervezetednek mindenre szüksége van. Hát nyilván tápanyagról van szó, nem fakérget kell enni. Nyilván. És nem erre gondoltam, hogy kimegy az ember az árokpartra, azt legeli a füvet, érted?
Nem erre gondoltam, hanem ugye arra, amit megcsinálnak, mint étek, ugye a szülők. És ugye gyerekkorom, én ezt kismilliószor hallottam, hogy azért kell megenni, mert igenis arra a szervezetednek szüksége van, tehát az annak a tartalmára. És akkor az emberek most ilyen úgy táplálkoznak, érted, hogy így kímélik magukat a különböző dolgoktól. És akkor csodálkoznak, hogyha mondjuk egy olyan helyen táplálkoznak, ahol nem tudják, hogy mi van benne, hú, de jól hangzik az a tápanyag, érted, vagy az az étel, az nagyon jól hangzik mondjuk egy étterembe, és akkor utána meg baj van, mert rohanni kell a mellékhelyiségbe. Szóval érdekes ez az egész. Csak azért mondom, mert ezen a téren is úgy el vannak szúrva az emberek, már onnantól kezdve a gyerekkor, érted? Kisgyerekkor. Tehát onnantól kezdve a kisgyerekkor, érted? Úgy el vannak szúrva, hogy és akkor utána csodálkoznak majd a szülők, hogy a gyerek ezt teszik, vagy azt teszik, és akkor cifrafosás. Vagy mit tudom én, azt megelőzően meg telebüdösíti a szobát. Szóval érdekes világunk van. Tehát hát mondok másik példát, jó? Ha már egészségről kezdtem el beszélni, akkor mondok egy másik dolgot. Hát, ha esetleg valaki, aki egészséggel foglalkozik, az hall engem. Jó, hát, ha esetleg. Hát, vannak már olyan készülékek, általában számítógéphez kapcsolódó olyan érzékelős készülékek, hogy megállapítják az immunrendszernek az erősségét. Oké? Okay? Na most, de azért tudni kellene, hogy mikor ezt az vérést megcsinálják, akkor ugye nem kéne akkor éppen náthásnak lenni. Vagy éppen valamilyen egészségügy problémával nem kéne küzdeni, mert akkor ugye az immunrendszer azt fogja mutatni a készülék, hogy padlón van. Oké? Okay? De ugye sokan ezt nem veszik figyelembe, hanem megcsinálják ezeket a méréseket, és utána, tehát most az nagy divat, hú, nagy divat lett, hogy megcsinálják ezt a mérést, ezt a számítógépes mérést, megállapítják, hogy hú, ilyen-olyan immunrendszeri hiányosságok vannak, és akkor azt mondják, hogy tessék, itt vannak a étrendkiegészítők, és akkor tessék szedni. Nyilván olyan étrendkiegészítők, amit ők árusítanak, valószínűleg jókora haszonnal, érted? És akkor az illető elkezd szedni ilyen havi szinten, ilyen több tízezer forintért étrendkiegészítőt, érted? És utána azt mondják, hogy mit tudom én, x idő múlva, mondjuk egy hónap múlva, vagy két hónap múlva, vagy három hónap múlva, vagy akár egy-két-három hónap elteltével, tehát minden hónapban nézzük akkor az immunrendszernek az alakulását. Jó? Ez csak úgy mondanám, hogy ez akkora átverés, tudod miért? Nem a mérés, teljesen jó. Az, hogy ő körülbelül mondjuk ezek az így kínált étrendkiegészítők körülbelül háromszor, négyszer, ötször annyiba kerülnek, mint amit megveszel a boltba. Érted? Tehát, mint amit megveszel a boltba. Tehát, hogyha valaki azt mondaná, hogy bemegyek, és szisztematikusan nézem, hogy mit kellene szednem, érted? Tehát mit tudom, megcsinálja ezt a mérést, és akkor megállapítják, hogy mit tudom, hogy kálciumból kevés van, magnéziumból kevés van, stb. A szervezetben, és akkor szépen az illető összeírná, és bemenne a boltba, és mondjuk negyed-ötöd áron megvenné azokat a termékeket, ami ugyanúgy feljavítaná az immunrendszerét. Érted? Ugyanúgy. És erre ráépítenek komoly üzleteket az étrend kiegészítő iparban, ami azt jelenti, hogy mit tudom én, sok esetben még olyan is van, hogy nekik gyártják annak a szervezetnek azt az étrend kiegészítőt, érted? És
és bazi jó haszonnal gyártják, mármint az, aki forgalmazza, az bazi jó hasznot csinálnak rajta. Ha nem elég hasznot csinálnak, akkor például rengeteg olyan szervezet van már, amelyik azt csinálja, hogy hálózatépítésben értékesítik ilyen formán, mint ahogy elmondtam, az étrendkiegészítőket. Érted? Ilyen formán, hogy csinálnak egy mérést, már az se ingyen van. Ha ingyen van, akkor biztos, hogy arról szól a történet, hogy mindenféleképpen eladják a jó drága termékeiket. Tehát a hálózatépítésben forgalmazott termékek az körülbelül kétszer, háromszor, négyszer, ötször annyiba kerülnek, mint a hagyományos kereskedelmi formában. Mikor a hálózatépítésben azt hazudják neked, hogy hát ugye ott a reklámot adják oda, a reklámra fordított pénzt adják oda a hálózatépítőknek, akkor csak annyit szeretnék mondani, hogy ez hazugság, mert a reklámra egyetlen egy cég sem fordít akkora összeget, mint a hálózatépítőknek kifizetett összeg. Oké? Okay? Tehát ami azt jelenti, hogy közel se, tehát semmilyen cég közel sem fordít annyit reklámra, mint a arányaiban, mint a hálózatépítőknek kifizetett összegeket. De, és ez ugye miért fizetnek sokat a hálózatépítőkbe? Mert a hálózatépítésnek ugye az a lényege, hogy több szintű kifizetés van. Tehát a több szint az azt jelenti, hogy abból a termékből 7, 8 vagy akár 10 ember részesedik. Érted? És ha nincs rajta elég magas haszon, akkor nem fogják értékesíteni a terméket. Világos? Mert nem fogja nekik megérni a termékértékesítés. És ezért, ugye mert megnézed, a hálózatépítésben forgalmazott termékértékesítések, az mind üzletként van eladva. Nem a termék van eladva, az üzlet van eladva. És üzletet csinálnak belőle, és ahhoz, hogy jó üzlet legyen, viszonylag kevés termékből, termékértékesítésből jól akarnak keresni az értékesítők. Világos ez? De ugye a hálózati értékesítésnek az a lényege, hogy nem csak az részesedik belőle, aki eladja a terméket, hanem fölötte még 7, 8 vagy akár 10 ember. Oké? Okay? És ha az nagyon elenyésző az az összeg, amit részesednének, akkor nem csinálnák az egészet. Tehát mondom nektek, tehát az hálózatépítéssel foglalkozok 32 éve. Magyarországon nem sok olyan ember találsz, aki 32 éve folyamatosan hálózatépítéssel foglalkozik. Tehát nem sok ilyen ember találsz. Ha találsz, akkor még kevesebbet találsz azok között olyat, aki hálózatépítő szervezetet hozott létre és működtet 30 éve. Mert ez is én vagyok. Oké? Okay? Tehát ilyet mondjuk találnál, meg tudnád számolni az országban mondjuk egy kezeden. Lehet, hogy egy ujjadon. Érted? Ami azt jelenti, hogy mivel én hálózatépítő szervezetet működtetek itt Magyarországon, ugye 30 éve, azt gondolhatjátok, hogy egy kicsit nagyobb rálátásom van a hálózati működésre, mint azoknak, akik csak szerveztek a hálózatépítő szervezeteknek. És mint hálózatépítők működtek. Tehát én hálózatépítőként is működök 33 éve, és 33 éve hálózatépítő tulajdonos vagyok. Érted? Tehát hálózatépítő cég tulajdonos. Tehát mondom, ha ezt keresnél ezzel a két feltétel Magyarországon embereket, magyar embereket, akkor lehet, hogy én vagyok az egyetlen. De ha most elkezdeném sorolni, hogy miben vagyok egyetlen, akkor ezzel töltenénk el az előadást. Érted?
Mert van olyan, amiben világviszonylatban egyetlen vagyok. Érted? Tehát nem csak Magyarországon, hanem világviszonylatban is. Tehát ezt most azért mondtam ezeket a dolgokat, hogy tisztában legyél azzal, hogyha például te termékforgalmazó vagy, vagy találkozol egy termékforgalmazóval, aki hálózatépítéssel foglalkozik, akkor jóval drágább az a termék, mint egy hasonló másik termék a hagyományos értékesítésben. Érted? Tehát felejtsd el azt, hogy csoda termék. Nincs olyan, hogy csoda termék. Érted? Nincs ilyen. A termékeket mindig eladják, mint csoda terméket. Érted? És ráaggatnak olyan csoda jelzőket, amit nem tud a termék. Tehát ez nem átverés, hanem gyakorlatilag vevőkárosítás, megkárosítás. Érted? Mert a termékek nem tudják azt, illetve más termékek sokkal olcsóbban tudnák azt, érted? Sokkal olcsóbban, ami gyakorlatilag, gondold végig, vevő megkárosítás. Tehát, hogyha egy ember megvehet ugyanolyan hatású terméket, mit tudom én, harmadáért, vagy negyedárért, akkor az hosszú távon nem fog elégedettséget okozni, az addig fog elégedettséget okozni, míg rá nem jön, hogy hoppá, én hasonló terméket tudnék venni, vagy hasonló hatású terméket, vagy azonos hatású terméket tudnék venni ötöd ára. Érted? Most mondok erre példát, velünk egyszer tudtak ilyet eljátszani, egy porszívó ügynök, a Lux porszívóval, ilyen több százezer forintért vettük a Lux porszívót, érted? És utána anyámnak vettem egy 35 ezer forintért egy olyan porszívót, ahol néztem a porszívóknak a szívó hatását. És az a porszívó hát kenterbe veri a Lux porszívót, érted? Úgy, ahogy van. Tehát mit tudom én, a Lux porszívó az vagy 8-szor annyiba került, vagy 10-szer annyiba került, érted? És Marian nem is szereti, a feleségem, mert hogy ilyen esetlen porszívó. Tehát nehéz a bútorok közt vele közlekedni, nem minden. Tehát ilyen hosszú, tudod, ilyen hosszú, és ezáltal minden beelakad. Tehát lényeg az, hogy mondom, egyszer csinálták ezt meg velünk, hogy átvertek. Mert én ezt átverésnek titulálom akkor is, hogyha, mit tudom én, mondjuk ér a Lux porszívó mondjuk mai áron mondjuk 50-60 ezer forintot, érted? Körülbelül. És eladják, vagy eladták akkor, tudom én, nem is tudom mennyire vettük, 400 ezerért, vagy 300 ezerért. Hát ez azt jelenti, hogy most aki Lux porszívót, használt Lux porszívót ad el, ilyen pár tízezer forintért adja el, tudja eladni. Érted ilyen? Úgyhogy gyakorlatilag hiba mentes a porszívó. Na mindegy. Szóval ezt csak azért mondom, hogy a terméket, ha értékesítik, főleg háznál, nem akkor mondok például háznál értékesítést. Anyámnál, hogy tavaly meghalt, ugye kipakoltunk még akkor, és találtunk olyan termékeket, Orics becsomagolás, érted? És mit tudom én, ágynemű garnitúra, és az volt ráírva, hogy 100-valahány ezer forint. Aha. Tehát ágynemű húzat, ágynemű húzat garnitúra. Hát az azt jelenti, hogy egy garnitúrában mi van benne? Egy kis párna, egy nagy párna? Igen. Egy csomag, egy. Nem, és tudod, ezeket a cuccokat anyu már nem járt boltba sok évig, de ha jöttek, csöngettek, hogy ó, néni, nézze meg, milyen jó termékeim vannak, és akkor anyu kiballagott, megnézte, és akkor nézze meg, hogy mennyibe kerül ez a boltba. Hát ő nem volt tájékozott már az árakkal, és akkor hú, de odaadom önnek féláron.
Ha, hát nem kell, mert az nekem is. Akkor odaadom negyed áron. Érted? De erről szól a történet. És akkor mit tudom én, lehet, hogy nem 100 000-ért vette, megvette 25-ért, és akkor azt gondolta, hogy hú, milyen baromi jó jártam, mert 75%-ot leakudtam, érted? De az a készlet, az mondjuk ért 3000 forintot. Érted? Máshol. Vagy 4. Érted? Na, ugyanez a hálózatépítésben a termékforgalmazás. Ugyanez. Ugyanez. Tehát egyszerűen, mikor hálózatépítésben termékeket forgalmaztunk, akkor pillanatok alatt rájöttünk, hogy, hogy nem tehet. Tehát, hogyha ráteszünk nagy árkülönbségeket, pedig volt olyan termék, amit kifejezetten csak mi forgalmaztunk, senki más. És nagyon kiváló termék volt. Érted? De tényleg vert minden étrend kiegészítőt, ami csak létezett a piacon, beleteszteltük. Avval a módszerrel, amit ugye tudok tanítani. És gondold végig, hogy, hogy azért hagytuk abba a termékek forgalmazását, mert termékforgalmazás hálózatépítésben tisztességesen nem lehet értékesíteni. Csak tisztességtelen. Tehát semmilyen terméket. Tehát ha te hálózatépítésben termékkel találkozol, küldd el a francba azt az illetőt. Érted? Azután, mikor megmutatta a terméket, és néz körül a piacon, és a töredékért hasonló terméket vásárolsz. Most gondold végig, mondok egy példát. Mit tudom én, mondjuk illó olajat sok 1000 forintért árusítanak, érted? A hálózatépítésben illó olajat. És közben illó olajat meg ilyen pár száz forintért veszel. Érted? Olyan mennyiséget. Tehát brutál. Tehát, és akkor az a nagy biznisz. És akkor eladják, hogy ó, hát ez aromaterápia. Érted? És mennyivel egészségesebb leszel attól, hogy ilyen szagokat szívsz, érted? Hát aromaterápiát tudsz otthon csinálni. Elmész drogériába, veszel illóolajat, érted? És alágyújtasz, tudod, ezen a... És belecsöpögteted vízbe, érted, alágyújtasz, aztán, mivel gyertyával alágyújtasz, vagy mécsessel, érted, és tök jó illatok lesznek a lakásban. Ennyi, azt töredékében megúszták. És az emberek elhiszik ezt a sok hülyeséget, érted? Tehát amikor hálózatépítésbe kezdtem, akkor ugye tőkebefektetéses életbiztosítással kezdtem el foglalkozni. A tőkebefektetéses életbiztosításban az volt a pláne, hogy tök mindegy, hogy a brokertől vette meg az ember, vagy közvetlenül a biztosítótól vettem volna meg, ugyanannyiba került volna. Érted? Tehát ugyanannyiba került volna. Ezáltal nekem ez etikai dologban semmilyen problémám nem volt ebben. Tehát semmilyen. Ez még ugye 91 volt, osztrák biztosítás. Még ugye VVP és Grave. Tehát a VVP volt a broker, és Grave volt a biztosító. Egyébként a Grave itt van Magyarországon már azóta rég. És lényeg az, hogy, hogy utána, mikor megismerkedtem januárban, júniusban jött az NV. És azt mondtam, hogy köszönöm szépen, az NV-ből nem kérek, mert termékforgalmazással foglalkoznak, és ahhoz képest a amit tud a termék, ahhoz képest drága. Érted? Tehát, és nem úgy van, mint a biztosításnál, hogy tök mindegy, hogy én megveszem bárhol, ugyanannyiért veszem meg. Érted? És utána a biztosítási broker lett, a broker céget hoztam létre 93-ban, és leszerződtünk akkor az összes biztosítóval, ami 93-ban volt. Ezáltal össze tudtam hasonlítani az életbiztosításokat, és kiválasztottam közülük a legjobb életbiztosítást, érted? De
az nem volt sokkal jobb, mint bármelyik másik. Érted? És ugyanolyan, mint egy lakásbiztosítás, sem sokkal jobb, mint bármilyen másik. Nem nagyságrendekkel jobb, tehát nem négyszer, ötször jobb, érted? Mint a termékeknél, hogy négyszer, ötször drágább, de nem jobb. Érted? Tehát a pénzügyi területnél ugye rájöttem arra, hogy ott bizonyos pénzügyi terület, például a biztosítási terület, az tök mindegy, hogy brokertől veszed, vagy közvetlenül, az így is, úgy is annyiba kerül. Például, ha te fölveszel egy hitelt egy banktól, egy brokeren keresztül, ugyanannyiért veszed föl, mintha a biztosítod, vagyis a banktól veszed meg. Érted? Ugyanannyiért. Tehát a pénzügyi területen ugye rájöttem, hogy ott más a helyzet. Tehát ott ugye ugyanannyiért veszi meg az ember a szolgáltatást, mint közvetlenül a szolgáltatótól. Tehát egy közvetítőn keresztül. Tehát ez nem átverés. És azt mondtam, hogy köszönöm szépen, én az átverésekből nem kérek. De nem bántuk meg, hogy az egészséggel elkezdtünk foglalkozni. Egyébként tudjátok, mi mennyit tettünk rá? A beszerzési árhoz képest 20%-ot. Tehát 20%-ot. Érted? Na, azt úgy gondoltuk, hogy az etikus. De hát abból nem is lehetett megélni. Érted? Na és nézzük akkor tovább. És akkor engem mindig érdekelt az, hogy árérték. Én mindig árérték pártik voltam világéletemben. Például én autókat is mindig árértékben vásároltam. Mindig. Hát mindig. Mennyi? 17 vagy hány autóm volt eddig összesen, mióta autóm van. Érted? És mindig árértékben vásároltam az autókat. Na most nem sokszor volt új autóm, mert összesen háromszor ebből a sokból. És ha újat vettem, akkor is árértékben megpróbáltam, bár akkor kevésbé lehetett, de használtban mindig. Ugye az összes többi az használt volt, tehát nem nagyon használt, egyszer vettünk egy nagyon használtat, két hónap után el is adta. Tehát ennyi volt. Szóval, tehát nem nagyon használt, de ezt miért mondom? Mert az emberek nem figyelik az árértéket. Tehát belemennek és szórják a pénzt, mert nem figyelik az árértéket. Tehát ugye én megtehetném azt, hogy már ne figyeljem az árértéket, és mindig figyelem. Tehát ez belém rögzült. Nagymamám neveltetése, ugye, ő nagyon odafigyelt a kiadásokra, és én is. Na most ezt ugye azért mondom, hogy talán egy kicsit tanultok belőle, nyilván módszert nem fogok adni, bár itt kaptatok egy módszert, hogy egyetek zsíros terméket, de csak reggel. Most gondold végig, visszatérve a zsíros termékre, ha már onnan indultunk. Ha zsíros terméket eszel reggel, tehát zsírtartalmú terméket, akkor sokkal később kell ebédelni. Tehát sokkal tovább bírod energiával, mint bármilyen más étrendnél. Érted? Tehát ha zsíros terméket reggelizel, akkor sokkal később leszel éhes. Sokkal később. Nyilván este erre már nincs szükség, meg délután se. Hát ezért van egy régi mondás, hogy reggeliz úgy, mint egy király, ebédelj úgy, mint egy polgár, és vacsoráz úgy, mint egy koldus. Így van. Tehát nem véletlenül. De gondold végig, Amerikában micsoda marhasság jön, reggeliz műzlit, érted? Papagájjeleséget. Mondom, hát gyakorlatilag a papagáj jeleséget megnézed, az hasonló a műzlihez, teljes egészében úgy néz ki. Szóval, és Amerikában megnézed az összes filmet, reggelre mit tesznek? Műzlit. A hülyének este kéne azt tennie, nem reggel. De szó szerint tényleg. Hát, azt is ehetne este, délután, este már a juhászirup miatt nem jó.
meg a kex miatt. De műzlit nyugodtan lehetne vacsorára enni, érted? Simán. Erre mit csinálnak? Az összes filmben, amerikai film, ha reggeli van, akkor műzlit zabálnak. Érted? Hát elmebetegek, elmebetegek. Mi van a fotelpapilájukkal? És akkor mindenbe megyünk a csökött agyú nyugati után, érted? Mindenbe. Tehát egy olyan ország után megyünk, amely soha nem volt nép. Hát kismillió nép van ott. Érted? Soha nem volt egységes nép. Soha. Olyan, hogy amerikai nép, nem létező fogalom. Tehát megnézed, mit tudom, az elmúlt 30 évben az ország fele az bevándorló. Az USA-ba. Miről beszélünk? Vagy az elmúlt 30-40 évben inkább úgy mondanám. Az ország fele az bevándorló. Hát hol van ott egységes nép? Tehát ott nincsenek, nincs ősi kultúra már, mint rájuk nézve. Nincsenek hagyományok. Érted? Nincsenek. Az egyik nép fia ezt vitte be, a másik nép fia azt vitte be, a harmadik azt. És ott hányféle nációt, népet megtalálsz? Ha nem találsz meg 40 féle népet, akkor egyet se. Érted? Egy országban. Nálunk hányféle népet találsz? Van a magyar, a cigány, az nagyon kis mennyiségben van a körülöttünk lévő nemzetiség. Az ennyi. Érted? De az kis mennyiségben. Tehát mi nép vagyunk, ők nem nép, ők egy csürhe. Hát az, amelyik nem nép, az csürhe. Nem jutott eszembe más, érted? Hát miért, nem igaz? Hát nem jött, ment, az csürhe, érted? Így van. Hát olyan vegyes nemzetiségű nép, mint az észak-amerikai, főleg az USA-ban, nincs több. Érted? Nincs több. Nincs több. És akkor ő utánuk megyünk? Mi vagyunk, mi hülyék? Érted? Egy olyan nép után megyünk, amelynek nincs hagyománya. Érted? Hagyománytalan. Nekünk tele vagyunk hagyományokkal, érted? Az Európában elsők voltunk az államalapításban. Miről beszélünk? Érted? Miről beszélünk? Mártyás idejében leggazdag a papír. Az egy most részletkérdés. Részletkérdés. De akkor is elsők vagyunk, érted, az államalapításban. Még a többiek ilyen, mit tudom én, mikben voltak, mi már államban, államként működtünk. Érted? A többi meg ilyen, hát megnézed az olaszokat. Mikor lett az olasz állam? Hát izék voltak, városállamok voltak, érted? Hát tele volt város. Megnézed a németeket. Ugyanígy, csak nem városállamoknak hívtuk. A magyarok meg több mint 1000 éve államként működnek. Nekünk vannak hagyományaink, és mi nem magunk után megyünk. Nem Amerika után kéne menni, meg nem Nyugat-Európa után kellene menni, érted? Hanem azután, amelyiknek van ősi hagyománya, érted? Van hagyománya. Ha csak ezt az 1000 év hagyományt nézzük, ez is sokkal több, mint bármelyik országnak itt Európában, vagy akár Amerikában. Hát megnézed, az egész Amerika úgy, ahogy van, tokkal, vonóval, egy nagy maszlag. Észak, Közép, Dél-Amerika. Hol vannak az őslakok? Hát kiirtották őket, érted? Hála Istennek, minket nem írtottak még ki. Bár nagyon dolgoznak ezen. Persze, és mindig is próbálkoztak. Hát most gondold végig. Milyen államok vesznek minket, milyen népek vesznek minket körül? Szláv, meg egy germán. Oké? Az összes körülvévő közül így, karéba, C betűként a szláv, érted?
a német, osztrák, ugye az meg germán. Mert ugye a románok is. Hát az is félig meddig szláv, ha megnézed. Hát azért mondom, a románok félig meddig szlávok. Tehát ami azt hazudják a románoknak, hogy ők latin? Persze. Tudod mikor? Az azt jelenti, hogy megjelennek a latin szavak a beszédjükben, mert egy nagy kutyuléknyelv, szláv, latin kutyuléknyelv, érted a román? Műállam benne. Persze. Hát így van. Az is egy műállam, ugye Románia. Műállam. Szóval, meg a maga a román nép is. De én azért nem lennék büszke, mondjuk, ha román lennék arra, hogy abból származunk, ahova deportálták a rabokat, érted, a romai birodalomból. Így van, dákok, dácsia, érted. De azért nem lennék büszke. Hát persze, mert nem tanítja nekik a kutya se. Csak ha tanulnának a római birodalomról, le, valószínűleg azt se tanítják, tanulnának a római birodalomról, akkor tudnák azt, hogy oda lettek Dácsiába deportálva az összes rab. Száműzve, így van. Oda száműztek. Ez olyan, mint a Szibéria. Érted? Az oroszoknál. Vagy az angoloknak Ausztrália. Így van. És akkor arra büszkék, érted, hogy bűnözőkből lettek. Hú, hát arra aztán lehettek büszkék. Arra büszkék az ausztrálok, hogy bűnözőkből lettek. Ó, hát arra is lehet ám büszke az ember. Érted? Hát most körülnézünk, megnézzük Nyugat-Európát, akiket követünk. Érted? Azt mondja, hogy a dánok hódítottak, a belgák hódítottak, akkor a hollandok hódítottak, csak úgy menjünk lefele. Azt mondja, a franciák hódítottak, akkor németek hódítottak, akkor spanyolok hódítottak, portugálok hódítottak, olaszok hódítottak. Érted? És megyünk Nyugat-Európáról beszélek. Mi hol hódítottunk? A nőket, a férfiakkal. Érted? Hol hódítottunk? Tehát a hódításokkal ugye mit értek el az országok? Egy csomó embert ott kiirtottak, a hódítók. Minden hódító írtott egy csomó embert. Az ottani, ahol hódított azokat, az őslakosokat, így van. Utána, amikor már nem írtotta, az meg azt jelenti, hogy kizsigerelték őket. Teljesen. Teljesen. A mai napig is például Francia, ország és Anglia nem a saját országokból él, hanem a gyarmataiból. Érted? Mai napig. De mehetünk keletebbre is. Törökök hódítottak. Ők is hódítottak. Ők is hódító nép. Kínaiak nem. Ők nem hódítottak. Kínaiak nem. Mongolok hódítottak, persze. A mongolok. Most ezt azért mondom, hogy mi itt vagyunk mi magyarok Európa közepén, mint nép. Nem kellene semmilyen népet követnünk, érted? Semmilyen népet nem kellene követnünk. Mert mi, nekünk vannak hagyományaink, amit követhetnénk, érted? Hát megnézed, lassan ott tartunk, hogy van a magyar konyha. És nagyon változatos a magyar konyha. És akkor zabáljuk a izéket, érted? Mit tudom én, az amerikai kutyát, tudod, a hot dog. Forró kutya, így. A hamburgert, Big Mac-et, akkor a pizzát, az olasz pizzát, meg a makaronit, meg a spagettit, érted? Hát megnézed,
megnézed itt Európába, vagy akár Észak-Amerikába, hogy Magyarországon hányféle étkünk van, hányféle kajánk van, érted? Hányféle? Hányféle? Kismillió. Kismillió. Akkor még hozzáadod azt, hogy hányféle süteményt tudunk készíteni. Érted, mi magyarok? Brutál. Na most, ha ezt összeadjuk, a világon minden ország elbújhat mögöttünk. Még a kínaiak is. Érted? Azt a élelmiszer létrehozás, amit az a magyar képes, egy ország se tudja megcsinálni. Miről beszélünk? És mi nekünk követnünk kell a barmokat. Érted? Nem nekünk kellene magyaroknak élenjárók lenni, mint ahogy jósolják. Hogy itt a Kárpát-medencében ez időtájt lesz egy nép, amely élen fog járni a világban. Érted? Nem így kéne működni. Nem egy olyan országot kellene követni, vagy egy olyan népet, amelynek van hagyománya. Nem egy gyűjtment népet. És akkor mit tudom, még körülnézünk, körülvesznek itt országok, olyanok, hogy Szlovákia, olyanok, hogy Ukrajna, olyanok, hogy Románia, akkor adjuk a többit egyelőre. Mondjuk ez a három nép. Érted? És akkor kitalálnak maguknak történelmet. Mind a három. Mert mind a három kitalál magának történelmet. Hát nekünk nem kellett kitalálni történelmet. Nekünk van. Kezit csókolom. Érted? Nekünk van történelmünk. És akkor ezekben az országokban, amit a magyarok ott csináltak, a magyar emberek, érted? Azt mondják, hogy az, hát ez román volt, mint például Hunyadi. Román volt. Komolyan? Persze, Mátyás király is. Ugyanez Szlovákiában is a magyar embereket, érte azt mondták, hogy azok ezek szlovákok voltak, anyátok az. Jó, tehát akkor ugye ugyanúgy az ukránoknál is. Ugyanúgy. Érted? De mondhatjuk a horvátokat, mondhatjuk azokat a szerbeket itt a fönt a, ugye a északon, ugye a felvidék, nem felvidék, mi a délvidék, a délvidéken élőket. Érted? Szóval és akkor követünk mindenféle olyan népet, amelyiknek hol vannak hozzánk? Hol? Hol vannak olyan hagyományaik? Vagy megnézzük a szavaikat. Az összes nyelvit, ha mondjuk ez a három nyelv. Nem tart, nem, a három együtt nem rendelkezik annyi szóval, mint a magyar. Érted? A három nyelv, a szlovák, az ukrán, meg a román összességében nem rendelkezik annyi szóval, mint a magyar. Miről beszélünk? Érted? Nem magunkat kellene inkább követni, érted? Nem kellene egy kis egészséges önbizalmat oda tenni magunknak, hogy itt vagyunk a világon, érted? Egyedülállóan dolgokban, mint nép is, vagy akár mint szervezet. Érted? Mint PPH szervezet. Egyedülállóan. Hát ha már nem csináltunk ilyen nagy problémákat, nagy etikátlanságot, hogy hódítottunk, mert abból a népek akkor a karmát kaptak, hogy csak úgy fütyül. Ha már nem csináltunk ilyeneket, mert nem csináltunk. Hát most gondold végig, hogy évezredeken keresztül kijöttünk azokkal a népekkel, akikkel együtt éltünk. Évezredeken keresztül. Mondok példát, jó? Ha nem hiszed, hogy kijöttünk. Attila hadseregében önként dalolva brutál sok nép vett részt. Oké? Attila ugye a hun király. És ugye a hunok azok az őseik. Mondom, brutál sok. Nézz utána, nem hiszed.
brutálisok. Tudod, mekkora hadsereget össze tudott hozni a népekből? 1 millió főt. Akkor, mikor ő élt? 1 millió főt. Érted? Így van. Hát persze, hogy legyőzték a római birodalmat. Persze, hogy legyőzték. És mondom, nem azért, mert a hunok voltak annyian, hanem azért, mert képes volt arra, hogy vezesse a környezetében lévő népeket, és önként mellé álltak, érted? A népek. Önként. Tehát ugye úgy próbált a római birodalom harcolni, hogy a birodalomban, a római birodalomban lévő népekkel próbálta ugyanazt megcsinálni, mint a Attila. Csak nekik nem jött össze úgy. Mert akkor már a római birodalom ugye már etikai szempontból már lezüllött kőkeményen. És akkor itt nekünk nem magunkat kéne követni? Nem büszke kellene arra lenni, hogy mi hagyományokkal rendelkező nép vagyunk, amit úgy hívnak, hogy magyar. Nem? És ha már van egy ilyen nép a világban, érted? Amely a lakosságához képest a legtöbb találmányt adta a bolygónak. Például. Ott vannak a kínaiak, hányszoros a népességük, azt összességében nem adtak annyi találmányt, mint mi. Érted? Pedig az is egy régi nép. A kínaiak. Az is egy régi nép. És akkor vannak, tudom én, csak meg 1,5 milliárdan, és nem képesek arra, hogy annyi találmányt adjanak. És ráadásul ugye ők is ilyen több ezer éves nép, a kínaiak. Hát ugye tudjátok, hogy a nagy falat miért építették a kínaiak? Hát miattunk, a hunok miatt, így van. Erre mit csináltok? A hunok szépen átmásztak a falon. Egymásra rakták a szekereket, azt átmentek a falon. Érte? Megoldották. Nem vicc. És tudod, hogy tudtak kiegyezni a hunokkal? Hát úgy egyeztek ki, hogy a hun császár, nem, a kínai császár, bocsánat, a kínai császár és a hun fővezérnek a gyerekeik összeházasodtak. Így van. És abból lett a Hán dinasztia. Tudtad? Egy betű különbség. Így van. Hán dinasztia. Abból lett. És onnan indították el a Hán dinasztiát. És onnantól lett béke, és ezért a kínaiak testvérnépként tekintenek ránk. Oké? Tehát rokon népként, nem vérrokon nép, de mert ugye vérrokon nép a japán, a koreai, a mongol, oké? Arról a környékről. Azok vérrokon, tehát itt most a nagyobb népekről beszéltem, az ismertem népekről. És akkor itt tudom, azt mondják, hogy finn-ugor nyelvcsalád. Oké? Amikor ott van a lapföld. A lapföld. A lapok hunok. Oké? És akkor nézzük tovább. Ott vannak a észtek. Mi van még ott? Lettek. Hunok. Az észtek meg a lettek hunok. Tudtátok? A litvánok nem. Ugye az is szláv. A litván. Tehát azért, mert egy csomó szó a például a kutya szó megegyezik a magyar nyelvben, meg a lap nyelvben. Ezért azt mondják, hogy finn-ugor nyelvcsalád. És akkor ránk húzzák azt, hogy mit tudom én, török eredetű. A szó, érted? Vagy egy név, török eredetű, anyátok török eredetű az. Oké.
Tehát az első népek között voltunk, akik ezen a földön ide települtek. Ebben az emberiségben. Oké? Most erről az emberiségről beszélünk. Az első népek. Tehát, hogyha megnézed az első népeket, akkor olyanról tanulsz, hogy Sumér. Hol volt olyan, hogy germán? Mikor mi már sumérok voltunk? Hol? Oké, akik szkíták utána voltak, azok a sumérokból lettek. Tehát azon a vonalon ment tovább. Hol volt ilyen? Hol? Hol hallottál te a sumér birodalom idején például kínai birodalomra? Hol hallottál? Hol tanultál ilyeneket? Sehol. Érted? Még a kínai is, amelyik egy több ezer éves kultúra, sehol nem volt akkor, mikor már mi voltunk. Miért azt mondta a történet? Hm? Kit kell követni? Nem magunkat kellene követnünk? Csak hogy úgy rendbe rakjuk ezeket a dolgokat. Jó? És itt van nekünk egy rendszerünk, van nekünk egy szervezetünk, amely közösség szinten működik, erre hagyj mutassak rá egy pillanat erejéig. Mindjárt mutatom. Itt van. Közösség szinten működik. A közösség pedig azt jelenti, hogy egy közösségbe tartozik valaki. Ha egy közösségbe tartozik valaki, akkor ő már egy magasabb lelki szinten van, mint mikor azzal foglalkozik, hogy ő túléljen, vagy biztonságba kerüljön. Nem kellene neked is közösségben lenned, hogy valahova tartozhass? Megkérdezném, mit tudom, te azt mondod, hogy most ó, te ilyen-olyan vallású vagy. Aha, és ez honnan ered az a vallás? Magyarországra? Nem. Akkor mi a francnak tartozol oda? Hm? Minek? Minek tartozol egy olyan valláshoz, amihez semmi közünk? Érted? Mi közünk nekünk a buddhizmushoz? Mi közünk nekünk a bármilyen keresztény valláshoz? Mi közünk? Jézus vallásindító volt? Nem. Ha valaki azt mondja, hogy Jézus vallásindító volt, akkor hazudik. Mert mit csinál a vallás? Megosztja az embereket. Jézus azt tanította, hogy osszuk meg az embereket? Ki hallott ilyet? Tudod, mi a vallás? Üzlet. Azért alapítottak vallást, mert jó üzlet. Nem vicc. Buddha vallás alapító volt szerinted? Óriási tévedésben vagy. Nem volt vallás alapító. Mohamed az vallás alapító volt. Tudod miért? Azért, mert a római keresztény egyház indította el, és pénzelte, és tanítatta, és patronálta, hogy létrejöjjön egy új vallás. Csak kicsit elszaladtott a ló. Kicsit túllöttek a célon. Nem így akarták. Na, az az egy, az vallás lett. De ahhoz is mi közünk? Mi közünk nekünk bármelyik valláshoz? Ha csak nem, az lenne, hogy ősi egyisten hit. De az ősi egyisten hitnek nem volt temploma. Mikor felfedeznek mindenféle építményeket, és akkor ugye rápróbálják hozni, hogy na, ez volt a templom. És akkor én mindig mondom, hogy anyátok az. Nem volt szükség régen templomra, érted? Meg kitalálják, itt volt az oltár. Tudod, és csak úgy mondanám, hogy tudod, hol volt oltár? Ahol ember vagy állat áldozatokat csináltak.
ott volt oltár. Na most ott, ahol tényleges egyisten hit volt, majd mindjárt elmagyarázom a tényleges egyisten hitet. Ahol tényleges egyisten hit volt, ott nem volt oltár. És a római egyházban, meg a legtöbb egyházban ott az oltár. És akkor mit áldozunk? Állatot vagy ember? És olyan vallást követsz, ahol ami állat vagy ember áldozatra épül? Mert ott van oltár. Igen. Hát te nagyon okos vagy. Hát gondolkodj már. És akkor elindult egy vallás, elindítottak, most milliók, vagy akár milliárdok követik, érted? Vagy százmilliók. És Magyarországon is hányféle vallás van, és Magyarországról indult. Mit tudom én, akkor mondhatod, ó, hát akkor ott van a Villás Béla. Ő is alapított egy házat, érted? Aha. Mert nem akart adózni. Így van. Mert akkor, amikor ő létrehozta még az egyház, most már nem egyház, hanem szekta, tényleg annak van minősítve, tehát akkor, amikor még egyház lehetett, azért csinálta, hogy, ne, hogy adókedvezményt kapjon. Mert ugye az egyházi adomány az illetékmentes, adó is illetékmentes. Érted? Hát azért tette például az erre a Hubbard is egyházzá, ugye a szientológia egyházat, hogy kikerülje az adót. Mert ott is ugye adó és illetékmentes. A világon egy csomó olyan vallás jött létre az elmúlt 100 évben, érted? Ami azért jött létre, hogy ne kelljen adózniuk. Üzlet. Hát és az nem üzlet? Hát ki volt a keresztény egyház alapító, római keresztény egyház alapító? Na ki volt? Becs. Így van. Pál. Nem Péter. Pál. Pál. Pál, aki tagadta Jézust. Érted? És Jézus tanításait. Tagadta. Érted? Aki soha nem találkozott Jézussal. Aki baromi nagy üzletet látott a vallás alapításban. Miről beszélünk? És akkor ilyenek után megyünk. A valahova tartozás, az talán ahhoz kellene tartozni, amelyik nép fia vagyunk, nem? És nem egy valláshoz, hanem egy értelmes irányzathoz kellene csatlakozni. Érted? Ahol tényleg értelmes dolgokat csinálnak. Milyen jót hozott létre a világunkban, mondjuk a római keresztény egyház, az elmúlt 1000 évben? Milyen jót? Nem tudsz felsorolni. Semmit, érted? De azt, hogy milyen rosszat okozott, abból tudnál sorolni. Érted? És miért kell ilyeneket követni? Miért? Miért kell megosztani az embereket? A vallás az arra lett kitalálva, hogy megoszt az ember, oszd meg és uralkodj. Miért? Nem kellene nekünk, akik magyarok vagyunk, elindítani egy magasabb rendű tudást a világban? Megszámoltuk a múltkor, emlékeztek? 12. témát csináljuk, van 26, és 5 éve elmúlt. Hogy a 12 témát csináltuk. Akkor vajon hány év tudás van itt? 30 óra egy hónap. Hány év tudás van? Ha 12-nél járunk, és már 5 éve csináljuk, kezdtük el az elsőt, 5 éve. Mert nyáron fejeztük be. Tehát 5 évvel ezelőtt nyáron. És ha 5 évvel ezelőtt nyáron kezdtük, ugye az etika coach képzést, és még van 14 témánk, akkor még nem vagyunk a felénél. Oké? És akkor mennyi tudása?
Hol találsz ennyi tudást még a bolygón? Hol? Hol? Kinél? Ha megszorzod, mondjuk csak a 9 évet nézünk. Azt mondja, hogy évente ugye az 360 óra. Nem? Akkor az 9 év alatt 3300. Hol tudsz 3300 órát tanulni? Mire körülér? Hol? Hol? Hm? És miről? Hát az ember és az élet működéséről. Olyan szinten, hogy mindenhez kapjál módszereket is. Hol vannak ilyenek? És most gondold végig, más, ha ennyi tudást akarná átadni, akkor azt mondaná, hogy na szerződtessünk 15 embert. Egyedül megcsinálom. Oké? Okay. Hány olyan ember van a bolygón, aki erre képes? Egy se, rajtam kívül. Oké? Okay. És ez nem nagy képűség, ezek tényadatok. Oké? Okay. Nem kellene átadni az emberiségnek olyan tudást, amit képes használni? Mi magyarok vagyunk erre a kiválasztottak. Miért nem fogjuk már föl, hogy nekünk kell ezt megcsinálni? És más nem fogja megcsinálni? Mert nem kiválasztott nép. Mi arra vagyunk kiválasztva, hogy egy magasabb rendű tudást juttassunk el az emberiség számára. Mi magyarok. Mint nép. És tök mindegy, hol élünk. Nem az a lényeg. Jó, ezt tudjuk, hogy itt él a legtöbb magyar, ugye itt a Kárpát-medencében, de nem ez számít, hanem te valahol magyar nyelven még beszélsz, és magyar szüleid voltak, vagy nagyszüleid voltak, akkor te benned ott van a magyar vér. És neked is dolgod lenne. Átadni azt a tudást, amit képesek használni a mindennapi életükben, és hogy létrejöjjön egy etikus társadalmi forma. Miért a kommunizmus etikus volt? Szocializmus etikus volt? Nem. Most a demokrácia etikus? Nem kellene etikus társadalmi formát létrehozni? Ha a királyságok etikusak voltak? Hm? Így van. Nem kellene azon dolgozni, hogy etikus világunk legyen. Ezen dolgoznak mások. Mikor elad mondjuk ötször annyira egy terméket, mint amennyit ér. Az etikus. Haszonért csinálnak mindent. Az etikus. Minél több haszonért. Egy olyan világban élünk. Az az etikus világ. Minél több haszon. Ha minél több hasznot lehúz valaki, másnak annyival kevesebb pénze van. Ott logikus. Hol találsz olyan szervezetet, amelyik a bevételéknek, mi nekünk a tandíja bevétel, a bevételének a 74%-át kifizeti azoknak, akik tesznek azért, hogy legyen bevétel? Hm? Tehát a dolgozóinak kifizet. Érted? Akik szerveznek azért, hogy legyenek tanulók. Hol látsz ilyet? És minden bevételből ez ki van fizetve. Minden bevételből. Nem csak hébe-hóba. Hol van ilyen? No, hát hogyha elgondolkodsz ezeken a dolgokon, és azt látod, hogy hát tényleg tudunk tenni azért, mert tudunk tenni, és te is úgy látod, hogy kell tenni, és tudunk tenni azért, hogy egy jobb világunk legyen, akkor várunk szeretettel. Jó? Tehát nyisd már ki a szemedet, jó? Lásd meg azt, hogy ez a világ hova megy, ha nem teszünk semmit. És igenis, kell tenni, és nem más nép fogja megcsinálni, hanem mi.
Tehát gyerekkoromtól ez bennünk van, hogy a magyar népet fogják követni. Benne van. A többi nép. Nyilván először a környezetünkben lévő, aztán utána egyre több és több. Miért nem akarjuk ezt megcsinálni? Minden adottságunk megvan hozzá, és ez a legfőbb adottság itt van benn mindenkinek. Itt belül. Csak ez az önzést le kellene rakni egy kicsit. Nem azt mondom, hogy hirtelen egyik napról a másikra, csak úgy visszafogni az önzést. Jó? Tehát, hogy hidd el, hogy ez úgy működik, mint ahogy én élem az életemet, hogy ha te sok embernek segítesz, te sem fogsz rosszul járni, érted? Te sem fogsz rosszul járni. De nem mindegy, mivel segít az ember. Mert mivel segíthet igazán az ember? Hát tudással. Hát nyilván használható tudással, nem? Nem olyan tudással, amit ki lehet dobni az ablakon. Nem kémiai tudásra van szüksége a legtöbb embernek, vagy fizikai tudásra. Mármint fizika, mint tantárgy. Érted? Hanem olyat, amit tudnak használni. Nem azt kell megtanulni, nem arra van szükség, hogy más népek milyen múlttal rendelkeznek. Kit érdekel? Ők azzal foglalkoznak, hogy milyen múlttal rendelkeznek ők. Olyat is kitalálnak, amivel nem rendelkeznek. Mi meg azzal foglalkozunk, hogy ők milyen történelemben rendelkeznek. Hát azzal kéne foglalkozni, hogy mi milyen történelemben rendelkezünk. Világos ez? No, hát hogyha szimpatikusnak találtad azt, ami kicsit kemény volt, de hát ha kinyílik a szemed, akkor várunk szeretettel, köszönöm a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!